Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egy fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 138. Zsoltár első versét. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsértéget teljes szívem, én Istenem hirdetem neved. 462. dicséretet énekeljük tovább, annak a három versét. A 462. dicséret első verse így kezdődik, csak vezess uram végig, és fogd kezem. mi segítségünk jöjjön Urunktól, örökkévaló Istenünktől, aki teremtett, fenntart, igazgat mindeneket, és gondoskodik rólunk a világ kezdetétől fogva, mind örökkön örökké. Amen. A Szent Lecke ezen a vasárnapon is hozzánk szól, bennünket tanít, ugyan, mint az megíratott, Pálapostól Filippi Beliekhez írt levelének a második részében az első tizenegy vers, míg hangzik Isten igéje a gyülekezet, foglaljon helyet. Isten igéje szól hozzánk, a tanítás, amint az megíratott Pálapostól Filippi Beliekhez írt levelének a második részében az első tizenegy vers, Eképpen. Ha tehát van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van írgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesi örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét is. Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Áldja meg az örökkévaló Isten az ige üzenetét, és adja számunkra, mindig kérjük és várjuk, a szent lélek erejét, hogy legyen segítségül az értésben, és adjon számunkra gondolatokat, amik tovább visznek bennünket ebben. Adja a Szentlélek lélek által azt az igazságot, ami mindennél felettébb való. Gyertek, ezért is imádkozzunk. Alázatos szívvel és lélekkel keressük a mi Urunkat, eképpen az imádságban. Urunk, örvend a szívünk, mindannyiszor halljuk a Te ígédet, hiszen az ige által tartatunk meg, Ha Te üzenetedben rejlik a jövendő, az élet, mindig megnyugszunk, amikor szólsz hozzánk, elcsitul a világ körülöttünk, és a te hangod a szívig, a lélekig, az értelemig ér. Urunk, most is így érezzük. Most is szinte már éhezvén és szomjúhoz van annak a bölcsességnek a bizonyosságára, ami a te ígédből fakad, várjuk, Urunk, és örvendezünk, hiszen a Te ígéd mindig segít bennünket, mindig megsegít. Földi dolgainkban, bajainkban, a kereszthordozásban elcsitítja a bennünk lévő lázadást, azt a sokféle kínos gondolatot, ami olykor gyötör minket. Urunk, vágyjuk a Te ígédet, és tudjuk róla, hogy számunkra a legtöbbet jelenti. Számunkra, mint ahogyan mondtuk, az életet. Azáltal az Úr Jézus Krisztus által, akinek nevében hozzád fordulhatunk. Még ha érdemtelenül is hiszen tudjuk, hogy bűnösek vagyunk, megvalljuk előtted, hogy védkeztünk, akár gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással is, de hiszük, hogy te megbocsátasz. Azért az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében szólítunk téged, akinek nevében fohászkodunk, és hittel hiszünk benned, Urunk, hallgass hát meg bennünket és küld a te ígédet, az életszavát, a te beszédedet, a legszentebb bölcsességet. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, és készülésként énekeljük a 173. dicséretet. A 173. dicséret így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, bére. bizonyságot kívánok tenni előttetek a Szent Lélek segítségű hívásával. Pálapostól Galatákhoz írt levelének a negyedik részében, a negyedik verstől a hatodik vers töredékéig eképpen, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe. Így szól Isten igéje. Tudjuk, hogy szép rendben. A Heidelbergi KT egyik kérdése, illetve felelete után haladunk a másikkal, és így érkeztünk el a 35. kérdés felelethez, ami így szól, illetve így tétetik a szíveinkre. Mit jelent az, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától. Azt, hogy Isten örök fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, Szűzmária testében és vérében, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára, és így lett Dávid valóságos utódja, embertársaihoz, mindenben hasonló, kivéve a bűnt. A középkori, illetve a már kicsit tovább haladunk, már nem éppen az ősegyház, hanem az ősegyház és a középkori egyház meghatározhatatlan számokkal, de az átmenet a, a, formálódás idejében egyetlen aprócska betűért képesek voltak ölni egymást az emberek. A Jóta harc, így mondja róla az egyház történet, hatalmas áldozatokkal járt. Mert mindenki, akár az egyik oldalon lévő ö, tudós, teológus sereg, akár a másik oldalon álló, a maga igazát szerette volna érvényesíteni. Jézus Krisztus nagy meghosollást hozott közénk erre a földi világra, pedig várjuk a bűneset óta, illetve vártuk a bűneset óta, és mindannyian, akik emberek vagyunk ebben a földi világban, tudjuk, hogy, hogy vannak a mi emberségünknek hiányosságai. Hogy vannak a mi lelkünknek olyan részei, amit kicsit talán így lehet, hogy kemény, de nevezhetünk sötét oldalnak, amit nem szívesen tárunk a világ elé, amit titkolunk amit némelykor talán restellünk is. Bár tetszik nem, az életünk része a létünké, emberi valónké, és ebből a sötétségből csak Isten vonhat ki bennünket. Az ő világossága lehet csak, ami, ami beragyogja ezt az általunk is. Sokszor talán, mint mondtam, restelt részét az emberi létnek, de legyen dicsősége az Úrnak, hogy ő megteszi ezt, hogy ő még erre is képes értünk. Az ő szeretete, erre is kiterjedés, a maga isteni valójából ott az első bűneset után már megtalálta a megoldást. Ő már akkor tudta, hogy az az egyetlen áldozat, ami majd egyszer megtörténik értünk a kereszten, az mindenre elegendő lesz. Nehéz hinni benne. Nem egyszerű dolog. Nem egyszerű azt mondani, hogy igen, hát valaki, aki Isten és ember egyaránt eljött e földi világba. Nem egyszerű azt mondani, hogy itt járt közöttünk, itt volt az élet részeként, de mégis volt, amiben más volt. Mert nem úgy tanított, például, ahogyan írják róla, mint a farizeusok. Mert nem úgy vélekedett nagyon sok dologról, és nem úgy foglalt állást. Nem úgy bizonyított, nem úgy érvelt. Ő el kellett, hogy jöjjön erre a földi világra. Olyan különlegesen, ahogyan elküldte őt az Isten. Abban a különleges formában, hogy nem egyszerűen ember, hanem Isten is. Mert nekünk van szükségünk rá. Mi vagyunk a rászorulói az ő földre jöttének. Jézus nem öncélúan született meg. Ugyan a maga akaratából vállalta, hogy megszületik, hogy eljön, hogy itt lesz közöttünk, és abból a csodálatos mennyei valóságból, ebbe a sokszor nagyon kegyetlen, sokszor sokféle jellemzővel illethetnénk most földi világba érkezzen, és hozzon magával valamit, egy titkot. Egy olyan titkot, amire mindannyiunknak szükségünk van. A maga titokzatosságával aztán, azt, amit mi a világ előtt rejtünk, a világ előtt megpróbálunk elpalástolni, megpróbálunk elrejteni, azt a maga titkával oldja meg. Ez egy egészen furcsa dolog. És a kettő, az Isten és az ember a maga teljességével azt, ami számunkra megoldhatatlan, azt, ami számunkra feloldhatatlan, abban az egyetlen áldozatban megtegye. Nem volt egy hír, hogy egy pár beevickélt egy, egy úszógumin a víz közepébe, és ott összekülönböztek, és a pár egyik tagja beleugrott a vízbe, és próbált kiúszni a part felé, de elmerült, nem tudott. A pár másik fele az úszógumin maradt, de hiába látta a fuldoklót, hiába próbált felé evickélve a vízen haladni, hogy kinyújtsa a kezét, már nem sikerült neki. Aztán azóta csak a könnyek, egészen bizonyos. Egy hír pillanatok alatt felröppen, aztán el is tűnik, mint a féle üstökös. Hány ilyen van, mondhatnánk azt. Szinte ebben a nyári időben naponta hallunk ilyen és ehhez hasonló fájdalmas dolgokat. Nem tudjuk, hogy mit érez a párnak az a tagja, aki ugyan kihúzták a vízből, de a másik felét, aki az élete része volt, és ki tudja, hogy milyen apró dolog miatt ugorhatott a víznek, és vedhette bele magát úgy, hogy, hogy lehet, hogy úszni sem tudott. Az egyik fuldokló a másikat nem tudja megmenteni. És itt egy kicsit gondoljuk tovább a történetet. Hogy mit adhatunk mi, nem csak a másikért, de még önmagunkért is váltságul. Van-e valamink? Tudjuk jól az ígét, hiszen annyiszor idézem, lehet, hogy már nem is szeretitek, de mint mindig mondom most is, hogy számomra olyan fontos és olyan különleges aranyalma ezüst tányéron, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is? de az ő lelkében kárt A avagy mit adhat az, ön, az ember önmagáért váltságul. Semmit. Nincs nekünk semmig. Olykor még az a kis erőnk, amink úgy gondoljuk, hogy a miénk és a, a mi életünknek a megtartó valósága, még az sem elegendő. Sőt, hogyha sokat gondolkodunk rajta, akkor meghajtjuk a fejünket és meghajolunk a tény előtt, hogy még az a kicsi erőnk is, Amiről szól az ének, oly kevés-nagyon. Itt egyedül csak az Isten ereje lehet a mi javunkra. Az Isten ereje és hatalma, amit a mi Urunk Jézus Krisztusban enged számunkra felfedezni, megtalálni, és aztán vele élni. Jézus Krisztus igaz, hogy ember, illetve asszonytól született, ember lett, de mégis a maga különlegességével, olyan lélekkel, olyan isteni adománnyal volt közöttünk, amit lehet vitatni, hogy most hogy ember, hogy lélek, válasszuk szét, tegyünk különbséget, de tegyük a szívünkre a kezünket, hogyha ezen gondolkodunk, hogyha ez számunkra a szempont, akkor igazából fontos-e, hogy a lelkünket óvjuk és vigyázzuk, és, és aztán az ő egyetlen váltsága által engedjük, hogy, hogy megteljék az ő erejével. És mindegy megváltott, megmentett lélek legyen, ami emberi valóságunk, emberré tevő ereje. Sok mindenre képesek vagyunk. Sok dolgot meg tudunk oldani. Olyan jó érzés, amikor van egy probléma, akár a gyülekezet közösségébe, akár a presbitérium közösségébe, vagy múlt héten, ahogyan együtt voltunk a táborba, az asszonyokkal és az érkező férfi testvérek között, egyszerűen megbeszéltük, erre is, arra is mondott valaki valamit, és pillanatok alatt megoldódott, nem egy problémája a tábori létnek, és zajlott tovább vele együtt a mindennap. Te a lélekügyét, azt vajon meg tudjuk-e oldani? Tudunk-e önmagunkért bármiféle váltságot adni? Jézus Krisztus az idők teljességébe eljött közénk, asszonytól született, a törvénynek alávetve, hiszen ő is egy volt közülünk. Amikor megkérdezték tőle, hogy hogy a törvényt hogyan és miképpen foglalja össze, illetve hogyan emelne ki a tíz parancsolatból egyet. Olyan bölcsen mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szerest fele barátodat, mint magadat. Olyan egyszerűen mondta ki, és amikor azt kérdezték tőle, hogy kell-e a császárnak adót fizetni. Ezt a történetet is úgy szeretem. Egészen biztos, hogy megállt egy pillanatra, amikor ott volt a kezében az érme, és azt mondta, hogy mit láttok, hogy mi az, ami ezen a pénzérmén olyan egyszerűen nyilvánvaló. És aztán azt mondta, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, de Istennek, ami az Istené. Adjuk meg a világnak, a magunk emberségét. Úgy, hogy aztán utána oda tudjuk adni az Istennek, ami emberi, egész emberi valónkat. Éljünk a világba, szeressük az Urat teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből, ahogyan Jézus Krisztus szerette maga. És aztán szeressük fele barátainkat, mint magunkat. Mert így teljes a test és lélek harmóniája és összhangja így lesz az az ember emberré, és az, ő lesz így a Krisztusban való megváltott életté. Mert hogy a megváltásnak ez a titka. Képes vagyok-e szeretni Istent, és képes vagyok-e szeretni az embert. Képes vagyok szeretni azt az Úr Jézus Krisztust, aki Isten és ember egyaránt, aki a maga különlegességével eljött a földi létbe, hogy Megáldozzon értünk a kereszten, a mi bűneinkért. Nem önmagát kellett megváltania, hanem bennünket. Nem ő volt a rászoruló, hanem mi vagyunk. Sokszor mondom példának, hogy mindent odaadnánk a gyerekekért, a szeretteinkért. Mindent odaadnánk azokért a családtagjainkért, akik az életünknek a része. A szolgálatunkat, a puszta valónkat, az anyagi lehetőségeinket, az időnket, hiszen hányszor megtesszük ezt, amit csak bírunk, az életüknek, a mindennapjaiknak odaáldozunk. És jól mégsem tudunk lakni az ő szájukkal, és viszont ők sem tudnak a miénkkel. Megváltani csak az Isten tud bennünket. Megváltani csak Jézus Krisztus tud a Maga egyetlen áldozata szerint. Hiába próbáljuk magunkat, hiába akarjuk a magunk emberségéből a legtöbbet oda tenni, ahova éppen kell, egyedül csak Isten teljessége ad számunkra, ami emberi valónkból, mint egy, hogy többre jussunk és többre léphessünk, egy osztályt feljebb léphessünk, és azt mondjuk, hogy mi megváltott emberek vagyunk. Istennek semmi sem lehetetlen. Ezért küldte el az ő egyetlen szülött fiát, Jézus Krisztust. És Jézus Krisztus által hallottuk az elmúlt héten, hogy a gyermekeivé fogad bennünket. Isten fiaivá leszünk. Nem jövevények és nem zsellérek vagyunk. Nem holmi átutazói ennek a földi világnak, hanem birtokosai annak a csodának, amit Isten teremtett, amit Isten bízott ránk, és adott sáfárságra, hogy megtanuljuk az ő isteni valójának mindenféle különlegességét, részletét, és rájöjjünk arra a sok-sok minden után, hogy egyedül csak benne szabad hinni és általa élni az életünket. Isten értékessé teszi a mi emberi valónkat. Merjünk hinni benne. Merjünk a megváltás által, mint egy minőségi változáson átmenni. És merjük az életünket többnek gondolni annál, mint ami. Hányszor ö, gondolkodunk el rajta, hogy hogy annyi mindent megtettem már, hogy dolgoztam sokat, próbáltam sokfélét, adtam az erőmből, és nincs látszata. Viaskodunk. Egy egyszerű példa, amikor a kertre tekintünk, hogyha időbe nem gyomtalanítunk, akkor egyik pillanatról a másikra a szépen ápolt kert gazdzsungellé válik. És aztán hiába a fáradozás, hiába a mindennapi munka, hiába a belefektetett energia, ezt mindannyian megéltük már legalább egyszer, de lehet, hogy némelyek többször is. Nos, merjünk hinni az Isten országába, merjünk hinni abban az Úr Jézus Krisztusban, aki számunkra az Isten országát készítette. Merjünk hinni abban, hogy mi Isten országába fiak vagyunk, és elküldte az Isten az ő egyszülött fiát, és azért küldte el, hogy a mi emberi valónk többre jusson annál, mint ami, és ott legyen a mi emberi lelkünkbe és szívünkbe az ő csodálatos, szent lelke, és formáljon bennünket naponként. Öltsük fel a Krisztust, és ahogyan hallottuk a Szent Leckében, legyen bennünk a Krisztusi indulat. És a Krisztusi indulat nem más, mint visszakanyarodunk a nagy parancsolathoz, hiszen szeretet nélkül nem lett volna megváltása ennek a földi világnak. A szeretet ereje fog össze mindent átjár, és egy csodálatos, nagy egészét tesz. Milyen jó átélni a szeretet csodáját. Milyen jó, ami töredékes, ami hiányos, a szeretet által és teljessé lesz. És a mi életünk is kiteljesedik azáltal az Úr Jézus Krisztus által, aki, aki embertől, Máriától született, és a Szentlélek által megígértetett, és az Isten akarata szerint az ő megváltása által a világot, mint egy többre vitte az, annál, mint ami. Isten szeretetébe oltotta bele. Nagy kérdés. Lehet vitatkozni rajta. A jótácska harc akkor nagyon sok embernek az életébe kerül. És sokan úgy gondolták, hogy az az egy betűcske, az életükbe hozhat megoldást, hozhat ö, hatalmat, hozhat akár méltóságot, és ki tudja még, mit emberi szempontok szerint. De megváltást csak Krisztus adhat. Életet csak Krisztus oldhat. Hogy most egyetlen jó tácska képes-e mindent megváltoztatni, az emberi rész marad de hogy az Isten egyszülött fia mindent képes mássá tenni. Az az egyszülött fiú, aki, aki kinyújtja felénk a kezét, és azt mondja, hogy immáron megváltottatok. Emlékezzünk rá, amikor utolsó este megmosta a tanítványai lábát. Hogy tiltakozott Péter? Ha, uram, ilyesmit te ne tégy. És aztán Jézus milyen, milyen egyszerűen és milyen jól érthetően magyarázta meg Péternek, hogy nektek szükségetek van a megváltásra. És akkor Péter azonnal már túl is ragadtatta önmagát, hogy akkor uram, én egy egész teljes fürdőt szeretnék. És Jézus lecsitította, hogy elégendő lesz ez Péter. Bennünket is szeretne megnyugtatni Jézus hogy elegendő a megváltás csodája. Merjünk hinni benne, hogy az, aki asszonytól született, a szent lélek által, az Isten örök akarata szerint, ő többre tud vinni bennünket annál, mint amik vagyunk. De egy feltétele van. Bízzunk benne. Merjünk bízni benne, és merjük elhinni, hogy a megváltás értünk szól és legyünk nagy vonalúak, és ennek a megváltásnak merjünk örülni is, és merjük megnyugtatni a lelkeinket, és tudni azt, ami az első kérdésben van, hogy nem a magamé, hanem az én uramé, Jézus Krisztusé vagyok. Hogyha Jézusé vagyok, az ő fiúságának a részesei vagyok. És hogyha én az ő fiúságának vagyok a részese, akkor az Isten az én mennyei Atyám, és az én mennyei Atyám akarata nélkül. Hogy is szól tovább az első, és nagyon fontos bizonyság? Egyetlen szál hajam sem eshetik le az én fejemről. Az ő akarata és tudta nélkül. Így tegyük hát az életünket Jézus Krisztus által az Isten kezébe. Amen. Gyertek, válaszoljunk az ige hirdetésére, és válaszként énekeljük a 483. dicséretnek a második versét. A 483. dicséret második verse így kezdődik. Te noha így felséges vagy, erőd, méltóságod így nagy. Amikor kimondjuk a te nevedet, és hogy atyánknak hívhatunk, ez számunkra a soknál is többet jelent. Mert a te gondviselésed, a te jelenléted mindig arra indít, hogy nincsen hiába való ügy. Nincsen megoldatlan feladat. Nincsen se helye, se oka a félelemnek, mert te mindent tudsz. Te már tudod, hogy hogyan folytatódik a következő perc pillanat. Így küldted el közénk Jézust, aki nagy titokként jelentetett ki az elsőknek. Így lett aztán emberré közöttünk, amikor eljött az ideje. Elcsendesedik a lelkünk, Urunk, és ami Urunk Jézus Krisztus valósága, neve, személye, nekünk soha sem jelent semmiféle kérdést, nem jelent kételkedést. Bizonyal tudjuk, hogy értünk miattunk, és helyettünk halt meg a kereszten, és általa lehetünk megváltott életekké. És ez jó érzés számunkra. Sokszor ugyan pironkodunk, szégyeljük, Urunk, hogy bűnös valunkat az ő egyetlen áldozatával tudta csak szabaddá tenni. De, Urunk, a szabadság jó érzése, Mindent jelent nekünk. Légy velünk, hát. És adj, hogy érezzük a szabadítás érzését, jó érzését. Légy velünk félelmeink, kétségeink között. Adj számunkra csendességet, amikor vívódunk, amikor tusakodunk a lelkünkben. És adj, hogy hálával álljunk elébed a megoldásért, ami igenis általa készé lett. Urunk, hozzuk elébed az életünk ezernyi dolgát. Még nem szóltunk a háláról, urunk. Köszönjük az életet. Köszönjük a mindennapot, ami olyan gyorsan múlik, de olyan sok örömet rejt. Köszönjük neked, az elmúlt hetet, amikor gyermek volt hangos e kicsiny hajlék, amikor együtt voltunk, imádkoztunk, énekeltünk, figyeltünk az ígére. Köszönjük neked, hogy baj nélkül átélhettünk egy kedves hetet, hogy megőrizted a mi gyermekeinket, vigyáztál ránk az úton, itt a sokszori játék között, urunk, olyan jó volt látni a gyermeksereget. Mindannyian egy kicsit visszagondolunk ebben a rekkenő, meleg nyári napban, időben, hogy milyen csodálatos a gyermeklét, hogy mennyi minden, amit ahogyan az idő múlik, ugyan elfelejtünk, de mégis a te kegyelmedből adatot nekünk. Ingyen ajándékot urunk, Az egyetlen szülött fiúért, az egyetlen áldott gyermekért kérjük, hogy mindig vigyázz a felnövekvők seregére. Őrizd a nemzedékeket, urunk. A lelkünkben egy kicsit felnőttként mi magunk is gyermekek maradunk. És persze imádkozunk a szülőkért, a nagy nagyszülőkért, imádkozunk a családokért, azokért, akik az örök gyermekség által át tudják élni a Te Isteni Atya valóságodat. Urunk, olyan sok minden van a világban. Sokszor kétségbe esünk és félünk, mert a gonosz mindent beszennyez, mindent rútít a maga erejével és hatalmával, de te le tudod győzni, atyánk, te legyőzted Jézus Krisztus által, ezt a szívünkbe rejtjük, Urunk, és mindegy örök valóságot dédelgetjük. Újra és újra gondolunk rá, hogy szabadok vagyunk Jézus Krisztus által az életre, és az az élet, amit Te adtál, egy csoda, Urunk, engedd, hogy az életet megbecsüljük, taníts meg rá bennünket, Sokan vannak, akik eltékozolják, akiknek nem számít a múló idő. Taníts bennünket újra értékelni az egyetlen illanó percet. Áld meg, Urunk, az időnket, a nyarat, ami olyan nagy hőséggel múlik most. Nehezen viseljük, légy a mi betegeinkkel, őrájuk is gondolunk. És azokra is, akik talán ebben a nyárban új reményeket, új terveket szőtek, és egyetlen pillanat alatt törtek, azok össze, Urunk, légy a sírókkal. Légy ott, ahol nagy a szükség, Jézus Krisztus által. Formáld az életünket a tedicsőségedre, mert Urunk érdemled, hiszen te az élet magad vagy, a létezés csodája rád bízzuk magunkat, az imádságainkat. Akár hangosan, akár lélekben mondjuk el azokat, kérjük, hogy hallgass meg bennünket, és hallgass meg azt a legszentebbet, amit Jézus maga tanított, hogy ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Helyeteket elfoglalva teszem a szívetekre, a jótékonykodásról pedig, az adakozásról el ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Nagyon szépen köszönjük az adományokat a testvéreknek, akár a természetben itt, akár a, az anyagit. Minden adományt nagyon szépen megköszönjük. Jól éreztük magunkat az elmúlt heti táborba. Kiteljesítette az úr ezt a hetet, és mint mondtam, vigyázott is ránk. Reménység szerint ajánljuk az ő nagy-nagy szeretetébe a gyerekeket. Jó volt velük együtt lenni. Olyan áldott tapasztalások, amikor amikor imádkoztunk, hangosan mertek imádkozni. Lehet, hogy csak egy mondatot mondtak el, lehet, hogy meg meg megismételték azt a mondatot, de érezni és szinte tapintat lehetett a, a Szentlélek közösségét itt ebbe a kis hajlékba is, és persze azt a szeretetet, amivel amivel akár felnőtt, de gyerek is odafordult a mi mennyei atyánkhoz. Úgyhogy köszönjük szépen a, a segítséget, köszönjük a ráfordított időt, munkát, és adja Isten, hogy újítsa meg a megfáradtakat, is, és adja, hogy jövőre is itt legyenek, és akik most talán nem tehették, azok tegyék meg, hogy eljön, eljönnek egy-egy napra, és itt lesznek. Közöttünk, és higgyétek el, hogy ha csak egy napot, egy fél napot töltötök itt, aki itt járt közöttünk, olyan nagy öröm volt számára, hogy szinte mondja, hogy feltöltöttem ebbe a néhány percbe. És ez valóban mondom nektek, hogy így is van. Hívogatlak benneteket jövő vasárnap is a megszentelt hajlékba. Jelezték többen, hogy nyaralnak, hogy elfoglaltságuk van, hogy vendégeik vannak, hogy ez természetes, de imádkozunk értük, és persze a lélek által hívogatjuk őket, hogy akiknek letelik a nyári szabadság, vagy fordul az idejük, azok reménység szerint majd itt jönnek, és újra itt lesznek. Más hirdetés nincsen. Isten tiszteletünk végezetén záró éneket énekeljük. A záró énekünk pedig a 200. dicséret, annak a versei. A 200. dicséret első verse így kezdődik, Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Isten velünk!